Hol védjek? Hát, édesanyám, testvérei, rokonok, ismerősök, 50 évesek, 60 évesek, elmondom, hogy 55 évesek. Nem lehet eldönteni, hogy a feleszűnyítő mikor áll be. Miért földjelzők ő? Nem csak a mai nap, csodálatos nap, vagy csodálatos nap a mi életünkben, mert haza tudtunk jönni valahol a világból, hazajöttünk, itthon vagyunk. És erdővidék csodálatos népe, faluja, olasztelek, olyan tiszta és őszinte, befogadó készséggel várja és hívja a jó embereket, hogy telepedjenek le, vagy pedig menjenek világá, és vigyék a hívét. Nem személyesen, de azért megemlítve. Annak idején, sok évvel ezelőtt Horváth Károly, dr. Horváth Károlyot tanultam, hallottam, hogy a Daniel család visszavezethető Árpád előtti korra, és íme néhány vízválasztótól számítva néhány vízválasztóig mondják Boldai Magyar. Csíkországból, Csíkdeldéről, Rácz László, dr. Rácz László, állatorvos, aki a Magyar Világszövetségének egy csodálatos oszokos tagja, ő úgy érezte, hogy lehetetlenül ebbe a falu, a Daniel család által ránk vagy örökségbe. Adja Isten, hogy legyek a Daniel. Rácz László, tiszteltek köszönöm. Még egyszer nem személyeskedés, de ez az alkalom, amikor tudunk beszélni vagy közben önmagunk felé, és az értékekről néhány mondat, és a voltakkal mi is együtt vagyunk. Ők is velünk vannak. Hallottuk ma, hogy mindenkit életre ítéltek. Valamiért. Nem magunk meg. Nem csak egy álmenni volt éve. És azért köztünk szerényen ül egy ember a sorok között. Még egyszer előjelzem. Mindenki ugyanazzal a hittel, tisztasággal, értékes ember, bárhol van, bármit cselekszik, de mindenkinek szükség van. Bármit tesz. De egy ember, hogy mindenki nevében megemlíti. Bardosz Imre tanárnak 10 000-nél több diákot tanított Székelyudvarhelyen, akik a szélrózsa minden irányába a matematika, fizika sorontán terén szót kaptak, útra valóttak, de olyat, hogy világra mentek, és a főiskola tanártól kezdve mindenkiről beszélhetnék a tanárnak, azért megkérdezem őszintén, csak most őt említettem, de a szomszédját is szólíthatnám nagy tisztelettel és úgy bárki, mert a mai nap tulajdonképpen elhúztak. Hogy ezelőtt egy évvel elbúcsúztak tőlünk is. A világra mentek, mint a farkas a kirántás. De az ők hitük, üzenet velünk van. És úgy, ahogy ma nagy tisztelettel a szép ősökre gondolunk, a hadvezérekre, a történelemben, nem csak Attila Hun királyra, nem csak Árpádra, aki éppen szert ült, ugye, hol, itt, nem messze a kapukhely oldalában, a Kispiriske pusztájának hétvezére. Éppen ezért az ő emlékére jól magam csak egyet tudtam cselekedni. Ezt is a falu népének köszönöm, köszönhetem, mint mindig. Innen indultam el, ide jövök az a Árpád a Szitják kezére és a Pozson környéki csata két csodálatos külti mondjában. Történészek, és itt hagynám, hogy tisztelettel át fogom adni a Lelki Pászlónak, hogy ő vissza meg, másolja le, hallgassa mindenki, mert nem szabad elfelejteni azt, hogy a szép előreink valamit rád hagyta. És ma itt egy szert ültünk.
szerkültünk, mint az első világháború előtt valamikor Gróf Zichy János szerkült a Székelyföldön, ő akkor kultuszminiszter volt, és elküldött egy néhány embert tanulni, tanítani Egyiptomba, Amerikába, Ázsiába. És azt mondta, hogy a magyar állam segíti ezeket az embereket. Ma kérem szépen, hogy mit láttunk majd? Íme a református lelkészek, itt mindannyian kultuszminiszterek. Ahogy tetszik. Kérem. Igen, föl kell vállalni. Ezt is föl kell vállalni. És munkát adnak nekik. És mindenki, aki jött a sorokban, mindenki, ha nincs munkája, vállalja. És vigye magába valami ikonot, vissza is tudjon jönni. Mi érzelmi töltéssel élünk vagyunk, mondják a másodára az emberek, bárhol járnak. Igen ám, de nekünk az értelmi világunk is éppen olyan erős, mint az érzelmi világunk. Csak éppen a sorrendet tudjuk kellőképpen, kellő időben a helyére tenni. Ez az élelő szív, amit ma éppen csodák csodájában megjelent előttünk, Dél-Amerikában, az Indiában, pontosan így állnak mellette és énekelnek, most spanyol nyelven, sajnos, de a tulipán ott van. És ők is így mondják, hogy tulipán. Most ez egy másik fejezet, nem fogok ebbe belemenni, ennek oka van. Mi igazán tiszták vagyunk. Nyisson ajtót nekünk a reménység. Ülünk a mindenség szélén. Tám arra várunk, hogy fölfajjon várunk. Csak várunk, szomjasztó várásban. Mi által folyik világosság. De elhagytunk valahol kövedényeinket, elhagytunk valahol minden akarást, és most minden volt és jövendő szomjúság itt van, nagyon itt van most bennünk, hogy friss kenyereink halomra szállnak. A négy lábúak, melyeket levettünk, most eljönnek és kinevetnek minket. Ezzel 31-hány esztendő zóval a végtelen szomorú szemünkből, és nem bírja elmosni Buddha tüneiket. Nagyon messze van velem a föld, és azt érzem, magyar. Keserű számlat kimutat a cukrot. Ki hinné még el, hogy élni akartam? Jöttem, kölcsön kérjek néhány kezet. Mert hogy adhatnék én eleget kettővel? Két bárányból én ahol két kezem, és a farkasok elváltak minél. Most minden kezem voltam terüllel, mert levegőben mi van, amíg jajok. Leszámítva az ostorvasságot, mondjunk az életünket, és agyonaink. Ó, jaj, mi igazán tisztán vagyunk. Nyisson ajtót nekünk a reménység. És Uram, segíts, hogy az ember áruló cutykát erővel győzze a szív, és szív szóval a szár. Orra bukva az alamon, orra a mennyküves határon, az ember mondja magáét, mint akit nem vernek még száj. Mint aki lélegzetet is egy föld gyomrákon beszáll. Követően tüdejét, nyelvén agyagosság tapad, hogy érezze, ne csupán látvalása a földet, onnan védelet, a felfeltámadása. Orra bukva az avaron, a veszélyt megkeresi. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országon menjük, s egy ilyen földet szabta. Érezze,
lélegzetet bír. Egy keserves hatalma. De mondom én előre székelyet. Előre mentek ki úgyis ősfiú. Ott kíván mindenik harcolni, hol a csata a legnagyobb. Csak nem fajult el a székelyért. Minden kis csepje drága jövődik. Úgy mennek a halál lévei, mint más ember rendegző elé. Vigábukat küzdek alapjaik mellé, s dalolnak a harc vezény. Csak nem fajult el a székelyért. Minden kis csepje drága gyönyörű tér. Ki merdené így ellenállni? Oly bátorság a szívében ki volt? Mennek, röpülnek, mint a szél, s űzik az ellenséget. Mint szél a bolt. Csak nem folyult el a székelyért. Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Ezt a hírást Petőfi Sándor akkor írta, amikor a székelyeknek nem volt fegyverük. És úgy nyerték meg a csatát, hogy az ellenségtől elvették a fegyvert, és azzal verték az ellenséget. Ma mindent meg kell tanulni. Az ellenséggel szembe kell nézzük. Meg kell védjük vizeinket, erdeinket, hitünk, vallásunk, tisztaságunk, emberségünk, józárságunk és méltóságunk. Mert ezt, ha elveszik tőlünk, akkor már nincs tovább. De ez még mind megvan. Velünk van, bennünk van, és van, amit tovább vigyünk, és van, amit tovább. Fejünk az ősök. Kizöldült csontvázak. Az ember miért nem ismer magára? Hogy került a csúcsra? Bánatban, örömben, ezerrel haláló életre gyűlölte. És miért zöld el a erre? Nem készteti senki. Szép törvény szegése. Törvényt akar lenni? Törvény.